Üdvözlöm Önöket! Vendégem a Bíró Tíme, akinek nemrég jelent meg első verseskötete Pusztítás reggelei címmel. Fiatal költő, aki sokáig dolgozott rendezőasszisztensként, volt súgóügyelő, most pedig az újságírás vizeire elez. Jó napot kívánok, szervusz! Szia, Andrea, köszöntöm a hallgatókat, a nézőket! Hát, Tími, éleset váltottál az életben. A Szabadkai Népszínház magyar társulatánál dolgoztál, színházi ember vagy és voltál izzig-vérig. Miért most és miért ez a váltás? Hát nagyon nehezemre esett váltani, mert bizonyos dolgokban nagyon szeretem a monotonitást. Itt gondolok arra, hogy nagyon szeretek például futópadon futni, sokkal jobban szeretek, mint a természetben. Tehát vannak dolgok, amikben a monotonitást kedvelem, de most a színházi élet nem az. És ezért is esett nagyon nehezemre a váltás. Ennek több oka volt. Az egyik a gyönyörű létszámstopp, amiben ugye nagyon sokan forgolódunk, amivel nagyon sokan küzdünk. Gyarmati Kata társulatvezető nagyon harcolt néhányunkért, viszont nagyon-nagyon bizonytalan ez a végkimenetele van ennek a harcnak. Tehát nekem december végéig szólt a szerződésem, senki nem tudott biztosat mondani, hogy mi lesz a jövőben, és nyilván, hogy én már ebből kifolyólag arra voltam kényszeredve, hogy nézelődjek, keresgéljem a lehetőségeket. És igazából volt egy ilyen elhatározásom, hogy majd én minden iskolába beadom a papíraimat, mert ugye a magyar tanszéken fejeztem be a tanulmányaimat, tehát magyar tanárként is dolgozhatnék. Viszont ahhoz már, most már nem volt nagy kedvem. Tehát régebben voltak ilyen tanári ambícióim, most már azt érzem, hogy nem. Hogy az úgy nem elégítene ki valahogy, meg ez a rengeteg papírológia is elvette a kedvem. Tehát nem, úgy érzem, hogy nem az én pályám a tanári szakma, és az utóbbi időben egyre nehezebben tudtam bemenni este próbálni. Tehát valamiért nehezemre esett este 10-kor kijönni a színházból. Én mondtam is ezt Katának, hogy lehet, hogy én vagyok túl idealista, vagy akár azt mondom, hogy vidéki gondolkodású, de én úgy szeretnék majd gyereket nevelni, hogy este mondjuk esti mesét olvasok föl, és nem arra szeretnék hazaérni, hogy a gyerekem már alszik, hanem szeretnék részt venni az esti családi életben is. És több volt kolléganőmmel, elsősorban színésznőkkel beszélgettünk erről, hogy nyilván más annak színházba dolgozni, aki színész vagy színésznő, mert ugye ő neki ez a hivatása. Tehát ő nem munkaként tekint arra, amit a színházban csinál, hanem hivatásként, és ez teljesen más. Tehát nyilván föl lehet nevelni így gyerekeket, meg lehet így családi életet élni, nem én lennék az első, meg a 15., meg a 100. ember, viszont én ezt munkaként éltem meg mindig is. Ugye ez a sok minden, amit felsoroltál, ez nagyon sok sokszor 110%-on kell teljesíteni. Tehát nagyon sokrétű munkakörök ezek, ugye? Tehát mást kíván a súgás, mást kíván az ügyelés, mást kíván az asszisztencia, és én élveztem azt, hogy ezeket a szakmákat valójában Szerbiában nem lehet tanulni, mert mondjuk Magyarországon van rendezőasszisztensi szak, lehet ugye ilyen szakra iratkozni az egyetemen, nálunk viszont nincs, hanem teljes mértékben mély víz. Tehát gyakorlatban tanulod meg ezeket a szakmákat, ezeket a tudásokat gyakorlatban szerzed meg, amik nagyon jó kihívások voltak nekem, nagyon szeretem a kihívásokat, az adrenalint, viszont azt éreztem sokszor, hogy nem egy kreatív munka, tehát nem alkotó munka. Ugye én inkább szervezést végeztem, utasításokat, kéréseket, problémákat próbáltam megoldani, így lavíroztam a problémák között és a kérdések között, úgyhogy ez nem volt inkább alkotó munka. Tehát nagyon sokszor éreztem azt, hogy próba folyamat alatt, amikor elemeztük a szöveget, hogy én szeretném elmondani a véleményemet, viszont nem tehettem meg, mert és erről senki nem tehetett valójában, én egyszerűen ilyen munkakörön belül voltam, hogy én segítem ennek a problémának, vagy ennek az ötletnek a kivitelezését, de nem én vagyok az, aki ehhez egy pluszt ad. Azt mondtad, hogy a színészeknek könnyebb, mert nekik ez hivatásuk. Neked akkor most hivatás lett az újságírás, vagy el tudod képzelni, hogy hivatás lesz az újságírás? Soha, ez volt az érdekes, hogy soha nem képzeltem el magam, nem tudtam magam elképzelni újságírónak.
Tehát újságíróként. Dolgozol. Igen, dolgozom a Magyar Szó napilap képesifjúság nevű mellékleténél, viszont ott azon belül van egy saját rovatom, amit Benedek Miklós főszerkesztőtől kaptam, ugye ez a My Choice nevű rovat, ahol közéleti személyeknek teszek fel ilyen kérdéseket, hogy öt kedvenc könyved, öt kedvenc ételed, italod. Tehát ez egy nagyon könnyed műfaj, viszont itt a saját én állítom össze ezt a rendszert, hogy akkor most egyik hónapban, ugye egy hónapban van egy nő is, egy férfi, és akkor milyen világból válogatok ki alanyt magamnak. Tehát ezt teljes mértékben én irányítom, és van emellett még ugye az, amikor mondjuk könyv élmények, olvasási élményeket osztok meg az olvasókkal, vagy egy kulturális rendezvényről számolok be, vagy például egy utazási élménybe számolok. Tehát ezek mind könnyed műfajok. Úgyhogy ez más azért, mert itt ugye nyilván én állítom össze magamnak, hogy miről szeretnék. Soha nem tudtam elképzelni azt, hogy én diktafonnal a kezemben eseményről eseményre járok, vadászom az interneten a programokat, mire kell menni, és újságíróskodom. Tehát ez távol áll tőlem, viszont kaptam egy nagyon jó ajánlatot. Egy nagyon közeli barátnőm kiköltözött sajnos külföldre, és ő a Hét Napnál volt, a Hét Nap heti lapnál volt újságíró. Nagyon-nagyon ügyesen végezte a munkáját, ő már évek óta ugye dolgozik a médiában, előtte a Pannon RTV-nél dolgozott, Cérmelenke barátnőmről van szó, és ő kérdezett meg egyik nap reggel, hogy lenne kedved, vagy tudnék-e valakit az ő helyére a Hét Naphoz. Mert hogy ő úgy szeretne innen elmenni, hogy szeretne maga után egy megbízható személyt találni. És akkor így mondtam, hogy nem, Lenke, nem tudok senkit tényleg. És akkor így elkezdtem gondolkodni, és közben, hogy megírtam neki, hogy nem tudok senkit, és így elküldtem neki az üzenetet, és aztán mondom, hát dehogy nem magamat. És nagyon érdekes volt ez, mert kicsit megcsömörlettem a színházi szakmában, úgy éreztem az utóbbi időben, nem tudtam azt a 110%-ot nyújtani, és ám bár kipihenten, de mégis nagyon fáradtan és enerváltan kezdtem az évadot, és voltak ilyen mondataim az utóbbi időben, hogy nem bírom tovább, hogy szeretnék kilépni, tehát a társulatot imádom, és miattuk volt nagyon nehéz a váltás, viszont azt éreztem, hogy ettől többre vagyok képes. És aztán egy nap alatt jött két munkaajánlat. Az egyik az egy iskolában lett volna helyettesítés, másfél évig ezt keddestre kaptam ezt az ajánlatot, és szerda reggel jött a Lenke az üzenetével. Úgyhogy azt gondolom, mindig azt látom, meg azt mondom, hogy minden okkal történik, és úgy éreztem, hogy egy nap alatt két munkaajánlat, ez nem véletlen. És aztán így jött ez a váltás, hogy én elküldtem az önéletrajzomat, bementem állásinterjúra, és akkor azt éreztem, hogy amit felkínált nekem ez a heti lap, nekem ez maximálisan megfelel, kreatívabb munka, több időm és több mozgásterem van, nyilván családbarátabb. Természetesen nem csak arról írok, amiről én szeretnék, hanem nyilván ugye vannak kötelező témák, kötelező programok, amikre el kell menni, de a főszerkesztő Talpai Lorent nagyon nyitott, nagyon hajlékony, úgyhogy nyugodtan tudunk egymáshoz igazodni. Úgyhogy most igazából az az érdekes, hogy van egy saját asztalom, van egy saját számítógépem a szerkesztőségben, és amit nagyon élvezek, hogy billentyűzet. Tehát nekem ez a lényeg, ez az én, ha nem is azt mondom, hogy újságíró a hivatásom, de az írás. Tehát az, hogy én ismerem már ugye a programot, amivel dolgozom, ismerem a billentyűzetet, és az, hogy van egy adott téma, amit az én saját stílusom, vagy saját világom szerint kell megformálnom. Maradjunk az írásnál. Az, hogy vers, az nyilván egy lírai alkotott akar. Egyfajta külön érzékenységet. Hogy nem dráma? Hát adva volt a színház évekig például, meg ez a millió. Írni meg tudsz? Hát azt, hogy írni tudok, az egy új jelenség, mert azért nagyon, tehát én ebből a szempontból is nagyon alázatos vagyok. Úgy érzem, hogy rengeteget kell tanulnom, és ehhez rengeteget kell olvasnom. Azt gondolom, hogy azért nem írok drámát, mert túl dramatizálom én az életemet úgy, ahogyan nem is kéne. Tehát hajlamos vagyok túl drámaian megélni dolgokat. Nagyon sokat gondolkodtam, ugye minden évben meghirdetik a felolvasó színházat, tehát lehet a Népszínházhoz benyújtani a drámát, amit megírunk, vannak ilyen találkozók, vannak képzések. Nagyon sokat gondolkodtam. Az idei drámaíróra meghívott Lénárd Róbi a Drámaíró Fesztiválra, és rögtön elutasítottam az ő felkérését, mert számomra ez egy nagyon nehéz műfaj. Talán pont azért nem írok drámát, mert színházban dolgoztam, és látom azt, hogy egy szöveg, amikor egy szöveget leteszünk az asztalra, és az olvasó próbákon és az elemző próbákon kivesézünk, ízig-vérig, akkor azt látom, hogy mennyi nehézségbe
ütközik a színész, a rendező a szöveg miatt, úgymond, ezt most idézőjelbe tenném, a szöveg kapcsán. Tehát nem elég az, hogy valaki megír egy jó drámát, hanem mert nyilván úgy jó, akkor jó a dráma, hogyha könnyű eljátszani, vagy hogyha nem kell átírni, nem kell a rendezőnek vagy a színészeknek túl sokat agyalni, ötletelni ahhoz, hogy ez a nézőnek is hiteles legyen, vagy átadható legyen. Jó, dráma nem, vers igen. Igen. Versíró milyen vagy? Fejben írod a verseket, és ezt te már csak leülsz és írsz, vagy vajutsz? Általában jön egy-két sor, tehát az fejben születik meg, és azt az egy-két sort, ha elég erősnek találom, akkor le tudok ülni gép elé, és tovább viszem. Nagyon érdekes egyébként, hogy sokan kérdezték már, hogy ugye ezt általában meg szokták kérdezni az alkotó emberektől, hogy minek a hatására alkotsz, és nekem nagyon érdekes az, hogy én takarítás közben tudok gondolatban írni, tehát fejben írni. Valahogy, de ez is a monotonitással függ össze, hogy akár súrolsz egy fürdőkádat, vagy egy csempét, vagy bármit, ami egy monoton tevékenység, és közben van, úgymond azt mondom, hogy agyam, tehát van terem fejben ahhoz, hogy valami újat szüljek. És akkor ugye mindig az van, hogy alig várom a takarításnak a befejezését, akkor így nagyon-nagyon gyorsan fejezem a dolgokat, és akkor alig várom, hogy odaüljek a gép elé. A kötetet nemrég jelent meg, nyilván vannak most már visszajelzések, és több helyen bemutattátok. Fontosak ezek a visszajelzések, a kritikák, mennyire hatnak vissza rád, és mennyire veszed egyáltalán komolyan? Mindent elolvasok, mindenféle megközelítés, mindenféle vélemény érdekel. Főleg az, hogyha különböző olvasási véleményeket, vagy olvasási szempontokat látok. Mondjuk itt a kötetborító kapcsán volt nagyon érdekes, hogy van, aki azt látta, hogy a kötetborító az József Attila világát idézi, van, aki abszolút Jován Csityot látta, tehát mindenkinek más ugye az olvasata, és ez nagyon izgalmas számomra, viszont nem adok mindenki véleményére. Tehát elolvasom, nagyon nyitott vagyok az építőjelegű kritikára, tehát úgy állok ehhez, hogyha valaki negatívan viszonyul a szövegeimhez, vagy egyáltalán magához a kötethez, akkor nincs bennem sértődés, nincs bennem harag, nem tudok ezen őrlődni, meg leakadni, csak indokolja meg. Viszont vannak olyan barátaim, tehát ugye a privát életben, és vannak főleg olyan alkotótársaim, akiknek a véleménye nagyon-nagyon sokat jelent, és nagyon sokat számít. Nagyon fontos az, hogy ne legyen valaki elfogult. Tehát én azt nem tudom díjazni. Tehát, hogy sokan odajöttek a kötet bemutató után is gratulálni, meg másnap, vagy egy-két nap után, miután elolvasták a kötetet, vagy hetek után, gratuláltak kollégák, barátok, és akkor mindig olyan szkeptikusan néztem. Néztem a mimikájukat, a gesztusaikat, hogy most azért gratulálnak még egyszer, mert tényleg tetszik nekik a kötet, vagy azért, mert kedveskedni akarnak. Tehát azt nem szeretem, és nem is tűröm, hogyha valaki kedveskedésből gratulál, vagy hízeleg. Tehát azt nem szeretem. Nagyon érzékeny ember vagy, nagyon érzékeny vagy ugye helyzetekre is, elemző is vagy nagyon, meg emberérzékeny is vagy, mindenkire odafigyelsz és pátyolgatod az embereket, vagy mindig valamilyen kedves burkot vonsz köréjük, ahogy én megfigyeltelek akár munka közben, és ez, hogy is mondjam, ez egy hozott dolog, tanult dolog, vagy alkat kérdése? Szerintem alkat kérdése, de biztos, hogy nagyon szerencsés embernek tartom magam. Épp a párommal szoktunk erről beszélgetni, hogy ugye az emberek többségének van 2-3 igazi barátja, és akkor ő meg úgy sokáig úgy furcsálta, és ennek olyan különös volt, meg úgy nem is igazán hitte, hogy nekem hogy lehet az, hogy mondjuk 10 és 20-as szám között mozognak az igazi barátok. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok tényleg nagyon ilyen, úgymond legjobb barátom van. És én azt gondolom, hogy én nagyon szerencsés vagyok, mert ugye sokat számít a kisugárzás, és nyilván ezzel a hozzáállással, amit ugye említettél, vagy ezzel a kisugárzással, nyilván építed is a másikat, tehát az önbizalmát, meg valójában eltereled egy kicsit a figyelmét a hétköznapi problémákról, de mindemellett nekem ez nem egy szerep, vagy nem egy ilyen küldetés, hogy most mindenkinek tegyek egy piros pontot a napjába, hanem egyszerűen tényleg azt gondolom a másikról. És azt gondolom, hogy nem olyan szörnyű az élet, mint ami ennek sokszor beállítjuk. Tehát hajlamosak vagyunk az önsajnálatra, a túldramatizálásra,
Tehát az, hogy én azt mondtam, hogy túldramatizálom az életemet, az én magamban játszom le. Tehát az az én saját harcom. Én ezzel nem mérgezem a környezetemet, nem történnek ilyen óriási női hisztériák, hanem én ezt mind magamba zongorázom le, úgymond valamilyen szinten magamat eszem, aztán ugye próbálom magamat valami által kiszellőztetni. De hogy nem kell ezt csinálnunk feltétlenül, hogy akkor valami rosszul indult a nap, és akkor rögtön a másiknak a napját is bemocskoljuk. Tehát ez nekem nagyon fontos. És biztos, hogy mivel ilyen sok barátom van, akik nagyon értékes emberek, biztos, hogy ők is egy csomó plusszal el tudnak látni, ami miatt ilyen tudok lenni. Tehát, hogy az ember szerencsésnek érzi magát, akkor nyilván nincs oka arra, hogy keseregjen, vagy mínusz állapotokban legyen. Te csantavéri lány vagy. Életed egy nagy részét csantavéren élted, de mennyibe határoz meg téged csantavér? Nagyon-nagyon minimálisan. Tehát azt gondolom, nagyon minimálisan, mert igaz, hogy Csantavér központjában éltem 8 éves koromig, aztán a falu szélére költöztünk. Nyilván, hogy könnyen tudok szót érteni úgy falusi emberekkel, mint városi emberekkel egyaránt, viszont én ugye elkerültem Újvidékre, az egyetemen voltam sokáig, ugye 5 évet Újvidéken éltem, aztán Szabadkára jöttem, és most azt érzem, hogy annak ellenére, hogy sokszor igénylem a falu nyugalmát, igénylem az illatokat, a csendet, hetente egy alkalommal mondjuk bőven elég. Én nagyon szeretem Szabadkát, mert nem egy túl zsúfolt város, tehát nem egy tömegnyomor, nem egy ilyen oxigénhiány, szaladjunk, rohanjunk, rivalizáljunk egymással, és ilyen nem egy olyan város, ahol versenylónak érzed magad, ahol folyton bizonyítani kell, mert annak ellenére, hogy nem ismered az egész várost, vagy az egész város lakosságát, biztos, hogy nem tudsz úgy végigmenni az utcán, hogy legalább egy olyan ember ne jöjjön szembe veled, akivel köszönő viszonyban vagy. Viszont nem tud rólad mindenki mindent, tehát nincs ez a falusi, úgymond pletykálkodó jelleg. És a romantikával mennyire vagy közeli viszonyban, mennyire vagy romantikus? Te teljesen eltolod magadtól ezt a történetet, vagy vállalod, hogy az vagy, és csöpög, hadd csöpögjön. Nem vagyok romantikus, tehát filmek terén sem, tehát szándékosan nem nézem meg azokat a filmeket, amiket mondjuk lehet, hogy a barátnőim kedvelnek, vagy ajánlanak, mert nem szeretem filmben sem. Talán színházban úgy még úgy el tudom fogadni, de magánéletben sem. Tehát mondjuk nem szeretek virágot kapni, nem vagyok annak a híve, hogy valaki most gyertyafényes vacsorát állítson nekem. Tehát, hogy nem vagyok romantikus alkat egyáltalán is, és szerintem ezért is nem írok szerelmes verseket. Habár Bakos Petra szerint, ő 2 alkalommal is beszélgetett velem könyvbemutatók során is, és szerinte van szerelmes költészetem, én erről nem tudtam, de nem vagyok romantikus típus egyáltalán. Talán ilyen középkategória. Cica bolond vagy, cica barát vagy, cicáskodó vagy. Mi ez az őrült cicai mára? Ez is egy nagyon érdekes történet, mert hogy most sokan azt gondolják rólam, hogy cica bolond vagyok, de ezt pont oda tudom visszacsatolni, amit az előbb mondtál, hogy törődök meg, hogy viszonyulok az emberekhez, mert hogy nem, inkább kutyapárti vagyok, és a nagyobb kutyákat szeretem, tehát a labradornál kezdődik nálam a kutya, és sülvisznópárti. Viszont G.R.D. Hermina, Gregus R.D. Hermina volt, immáron volt kolléganőm, de nagyon közeli barátnőmnek a lánya, Gregus Lilla, az én fogadott húgom, úgymond. És a Lilla nagyon-nagyon nagy kutyapárti, és egy cicapárti. És a Facebook közösségi oldalon kezdődött el ez nálunk, hogy akkor folyamatosan minden nap megleptük a másikat egy cicás képpel, vagy egy cicás festménnyel, cicás fotóval. És én valójában azért küldöm a Lillának, hogy neki kedveskedjek, ő pedig ezt viszonozza. És innen gondolják azt az emberek, hogy szeretem a cicákat, de a kutyákat jobban. A kötetedben megjelent versek 3 ciklusra oszlanak, és nagyon mély témával foglalkozol. Párkapcsolati mélyszegénység, minden benne van. Drámaiak, azt kell mondjam. Várhatunk-e bíró témától laza, játékos, akár cicás, akár kutyás verseket? Most nagyon apostrofálisan megidéztem, tehát hogy nagyon idézőjeles és zárójeles történetben mondom ezt, de hogy egy olyan fajta könnyedséges játékossággal nyúlsz-e témához, és fogalmazod-e meg olyan nagy levegőbuborékban, amilyen te vagy egyébként az életben látszólag? Nem hiszem, az nem az én műfajom. Most jelenleg azt érzem, hogy nem.
egy nagyon kedves ismerősöm mondta, hogy, hogy madarakról írják, csivitelő madarakról, meg tavaszról, meg, meg szerelemről, meg nyárról. Nem, hogy de hogy igen, csak ez olyan érdekes volt, hogy, hogy ő ezeket szeretné látni majd, hogy ne ilyen szomorú dolgokról, és akkor mondtam, hogy nem lehet, hogy szomorú dolgokról írok, de boldog vagyok. Az, az, abban nem tudunk kiegyezni. Mert hogy nekem, nekem erre van. Tehát én nagyon szeretem a szomorú témákat, tehát nagyon szeretem a, azokat az előadásokat, ami negatív dolgokról szólnak, nagyon szeretem a nagyon, tehát tényleg nagyon letargikus zenéket, nagyon szeretek szomorú filmeket nézni, filmdrámákat. És valószínűleg azért van ez. Tehát én a végletek embere vagyok, és valószínűleg ezért van ez, mert a hétköznapi életben 110%-os életigenlés, meg, meg nincs semmi gond, meg minden piros, meg kék, meg, meg gyönyörű. És aztán ugye a művészetben pedig, pedig elvonulok egy ilyen kis, kis világító toronyba. És nem, nem érzem most azt, hogy tudnék könnyed dolgokkal írni. Egyébként próbálkoztam, képzeld el, most prózaverseket írogatok egy ideje, és azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne megtartani ezt a gyerek perspektívát, viszont, viszont kicsit szomorú dolgokhoz kicsit vidámabban, vagy, vagy a gyermeki naivitással láttatni dolgokat, vagy úgy visszanyúlni, de nem, nem megy. Valahogy aztán mindig szomorú lesz a vége. Lehet, hogy néhány év múlva sikerülni fog, de most úgy érzem, hogy, hogy most a drámáé a főszerep. Hát akkor írjál szomorú verseket, és legyél közben nagyon boldog, Bíró Téma, köszönöm szépen. Én is köszönöm.